Mindenkit nagy szeretettel köszöntök, aki eljött ma. Óriási nagy élmény egy ilyen rendezvényen részt venni ennyi idő után, amikor nem lehetett emberekkel találkozni. És persze minden könyv megjelenése, születése egy ünnep, de ezért a könyvét különösen az, mert Robert Kapának a leghíresebb képét őrzi, ugye? Nyilván mindenki ismeri a milicista halálát. Másrészt nem volt könnyű eljutni ennek a könyvnek a magyar megjelenéséig. Részben erről fogunk beszélgetni a Parkiadó vezetőjével, Roklitz Andrással, részben pedig Robert Kapa életművéről és ezekről a fényképekről, amik a spanyol polgárháború alatt készültek az 1930-as években Kornis Péter fotóművésszel. Köszönöm, hogy itt vannak. Azt mondják ebben a könyvben, hogy ez volt az első médiaháború tulajdonképpen abban az értelemben, és ezt a könyv is nagyon jól visszaadja ma is, hogy ezt lapozgatni egy picit olyan, mint ahogy ma nézzük az interneten a híroldalakat, vagy nézzük a közösségi médiát, hogy élőbe látjuk, ahogy zajlik a történelem. Úgyhogy az első kérdésem ez tényleg, hogy hogyan változtatta meg a világot ez szerintetek, hogy egy háborút, egy polgárháborút valaki végig dokumentált, és eljuttatta az egész világhoz. Kezd el, Péter, aztán én inkább... Hát akkor én egy szomorú válaszsal kezdem, nem változtatta meg a világot. Hát ezt nem a pessimizmusom mondatja, hanem a világ állapotja. Amit változtatott, az a fotóriportázs volt. Ott nagyon sokat változtatott. Ez az ember, akit úgy hívtak, hogy Robert Kapa, aki itt született Budapesten, és hát nem Robert Kapának született, hanem Friedman Endrének, és ezt most csak azért emelem ki, ezt biztos mindenki tudja, de most azért kénytelen vagyok aláhúzni, mert egy olyan könyvről beszélünk, amelynek két szerzője van. Az egyik az a Robert Kapa, a másik pedig a Gerda Táró. Sőt három. Hát igen, nem mondanám, hogy ő szerző. A harmadik, akinek a nevét elég méltánytalanul az első kiadásba lehagyták a címlapról, az később egy hírneves magnum fotográfus lett. Eredeti neve az David Simin volt, vagy Dávid Simin volt. Majd Csim néven bevonult a fotótörténetbe, de nem mondanám, hogy szerzőtárs volt. A Gerda Táró nem azért volt szerzőtárs, mert ugyanannyi képe volt a könyve, mint a Robert Kapának, mert annyi nem volt. De hát az első kiadásnál még azt se lehetett tudni, hogy melyik Gerda Tárónak a képe, és melyik a Robert Kapáé. De azt hiszem, hogy még ennél volt egy sokkal lényegesebb dolog. Ez az ő kettősük. És ez az ő együttlétük, a szerelmük, a lelkesedésük, az a hitük, ami ebben a polgárháborúban ott volt a köztársaságiak oldalán, és ami sugárzik ebből a könyvből, de erről még szívesen később beszélnék, ez úgy érzem, hogy szerzőtársát tette, valamint a halálának a körülményei. Úgyhogy nem véletlen, hogy a könyvet a Robert Kapa Gerda Táró emlékének ajánlja. Akkor viszont muszáj megkérdeznem a kiadót, hogy miért nincs rajta a Gerda Táró neve is a címlapon. Azt azért mondjuk el, hogy ez egy hasonmás kiadás, tehát ez a teljesen az eredetinek a hasonmása. Így nézett ki ez a könyv, amikor megjelent 1939-ben New Yorkban. Ha most megtalálom a táskámat, akkor meg tudom mutatni az eredetit. Tényleg, van egy eredeti példány? Van itt egy eredeti. Nagyon kevés maradt fönn, és ugye azt lehet tudni, hogy még kevesebb, aminek a védőborítója is megvan. Igen, ez olyan példány, aminek nincs meg a védőborítója. És egyébként a belső oldalon ott van a Taró neve is, csak a védőborító nincsen ott. Hú, itt van egy eredeti. Megfogod? Persze, megnézzük. Hú, ezt megnézzük. Death in the Making, ugye ez volt az angol cím. Abban annyiban különbözik a mostani kiadvány a korábbitól, hogy van egy függelék, amit az egykori Kapa kurátor Cynthia Young fűzött a könyvhöz, és van egy másik függelék is, amelyik a képek azonosítását teszi lehetővé. De egyébként a kérdésedre válaszodva az ajánlat is a Kapa
a Gerdának ajánlott, tehát az ajánlás az ott van a belső oldalon, és hát valóban egyébként szerintem az, hogy nincs rajta a Gerda Taró neve a borítón, ez hát valami fajta esetlegesség volt ebben a könyvben annak idején. Ugye nem említettük, de az André Kertész tervezte, ami szintén egy magyar vonatkozása a kötetnek, a könyvet, a belső oldalakat. A kapa már nem volt ott, amikor a tervezés folyt, a könyv tervezése folyt, elutazott Kínába, és a könyvet bizonyos értelemben magára hagyta. Számomra az is egy izgalmas kérdés, hogy milyen nyelven írta magát a könyvet. Mert a szövegeket is ő írta a képekhez. Ő a szerzője is ilyen szempontból a könyvnek, a könyv aláírás, a kép aláírásokat ő írta. A Cynthia Young utószavában említés történik arról, hogy szerinte valószínűleg franciául írt eredetileg, de lehet, hogy németül, és talán sokan olvasták a Richard Wellennek a kapa életrajzát, aminek az első kiadása még 1990-ben jelent meg, és a Bodnár János a 2000-valahányos kiadás utánnyomás, vagy újrakiadáshoz egy interjút mellékelt Kornél kapával. És ebben megkérdezte kapa öccsét, megkérdezte, hogy mivel foglalkozott, mikor kiment Amerikába, és azt mondta, hogy egy darabig a bátyja képei nagyítását, és kép aláírásának fordításával. Úgyhogy még bőven azt is el tudom képzelni, hogy részben legalábbis magyarul készült az eredeti szöveg, de hát ennek se németül, se franciául, se magyarul, se semmilyen nyelven nincs. Se angol még nem is nagyon tudott akkor. Nincs nyoma. Azt mindenképp meséld el, hogy honnan szerezted meg ezt az eredeti példányt? Ezt szerintem a Marian kolléganőnk, Szalai Marian kolléganőnk találta az eBay-en 11 évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk a könyv után járni, és rajta is van, hogy 750 dollárba került. Akkor nagyon értékes darab. És mennyibe került volna borítóval? Igen, ezt írja a Cynthia egyébként, hogy nagyon kevés olyan példány van, aminek a borítója is megmaradt. Ami azért érdekes, mert a borító kép, ami a kapa egyik leghíresebb képe, ez a milicista halála, ez nincs benne a könyvben. Tehát nincs, ez csak a védőborító szerepelt, és nincs benne. Azt mondod ugye, hogy több mint tíz éve készültél ennek a könyvnek a kiadására? Igen. Igen, 11 évvel ezelőtt kezdtük el a Magnum ügynökséggel, akikkel korábban dolgoztunk. Tőlük kértük a jogot, és akkor ők mondták, hogy ez az ICP-hez tartozik New Yorkba, és 11 évvel ezelőtt vettük fel velük a kapcsolatot is. És én nekem az érzésem, amikor az utolsóban azt olvasom, hogy idegen nyelvű érdeklődők is voltak, akkor szerintem ezek mi vagyunk. Mert más kiadása jelenleg sincs a könyvnek, csak francia és spanyol. De a spanyol érthető, a francia is érthető, bizonyos értelemben kapának Párizs volt az igazi szeretett városa. És a magyar is érthető. És a magyar is érthető. Igen, és a magyar is érthető. És ez a te személyes szenvedélyed, ami kapához fűz, vagy üzleti, üzleti potenciált láttál benne? Szerintem mindannyiunk a kiadóban nagyon szeretünk kapával dolgozni. Nekem is személyes szenvedélyem, de szerintem Mariannak is az volt. És már minden más könyvét kiadtátok, ugye, amikor ezt sikerült végre a jogait megszerezni. Igen. Tehát a Kissé elmosódva, ami az ő saját írása, a Steinbeckkel közös Orosz napló, és az Irwin Shaw-val közös izraeli riportok. Után úgy gondoltuk, hogy akkor a kapa életmű így lesz teljes. Kicsit kellett rá várni. Az a kérdésem Péterhez, hogy ugye vannak ezek a Magyarországon világhírű magyarjaink. Kapa ezek közé tartozik, vagy ő tényleg a teljes a nemzetközi fotóművészet egyik emblematikus alakja és mérföldköve, akár ezzel a fotóval, vagy ezzel a sorozattal, vagy ezzel a kötettel? Azt hiszem kétségtelenül talán a legismertebb volt.
természetesen az, egy aránylag hosszú életet élt, most a Gerda Tárhoz viszonyítva, de... 42 évesen halt meg. 42 évesen, de rendkívül sűrű életet élt. Rendkívül sokat dolgozott, rendkívül fontos hely, ahogy mondják, jókor volt jó helyeken, amit ő keresett is. Híres volt arról, hogy rettenetes vakmerő volt, nem ismerte a halálfélelmet, a világtörténelem egyik legnagyobb eseményét végfényképezte, a D-Day-t, a normandiai partraszállást. Tehát ő nagyon megdolgozott ezért a világ hírnévért. Majd New Yorkban létrehozta a Magnumot, egy olyan fotóügynökséget, amely először született meg a világon azért, hogy a fotóriportereknek a jogait védje, a lehetőségeit biztosítsa. Tehát onnan is egy hallatlan kisugárzása volt, és hát hozzá kell tegyük, amit nem lehet elhallgatni, hogy a Kappa halála után az ő munkája jó kezekbe került. Ez a jó kezek az András által előbb említett Cornél Kappa volt. A Cornél Kappa, aki az öccse volt, akit ő kivittetett már a 30, azt hiszem 38-ban Amerikában édesanyjával együtt, és a Cornél a Robert halála után, a Bob halála után, mert Bobnak hívták, a halála után a Nemzetközi Fotográfiai Központot az indulás pillanatában, ezt a bizonyos International Center of Photography, azzal hozta létre, hogy a Robert Kappa emlékét ápolja, persze többek közt, nem ez az egy név szerepelt, de nem véletlen, hogy ennek a bizonyos Nemzetközi Fotográfiai Központnak az első sorozata az a Concerned Photographer, az magyarra úgy fordítanám, hogy az elkötelezett fotográfus címet viselte, és ez teljesen a Kappára, Robert Kappára volt szabva. Tehát a kérdésedre válaszolva, itt nagyon sok mindenből egy valóban legenda állt össze, és egy világhírű fotográfus. Az is nagyon érdekes nekem, hogy ő eredetileg volt újságíró, és politikatudományt tanult, és onnan lett fotóriporter, tehát hogy ő nem a művészet felől érkezett, hanem az újságírás felől. Hát ezek, akiket említ, úgy kezdted, hogy a sok Magyarországon született világhírű fotós, hát a sok Magyarországon született világhírű fotográfus közül egyetlen egy volt, aki művészeti képzésben részesült, és aki mindig is úgy gondolta, hogy úgy művész, és úgy is ment ki nyugatra, ez a Brassai volt. A többiek azok mind úgy, hát a megélhetés kedvéért ragadtak kamerát. Hát azt mondták, voltak ilyen elméletek, hogy a világhírű magyarok, mármint magyar fotográfusok mögött az egyik titok, hogy hát ezt a nyelvet a világban sehol nem beszélték, az érvényesüléshez kellett egy univerzális nyelv, ez volt a fényképezés. Hát nem hiszem, hogy ez döntött el a dolgokat, de lehet, hogy belejátszott. Tehát a Kappának egyébként, amikor azt mondjuk, hogy művész, hát azt hiszem, hogy a Kappának a égnek állt volna a haja, ha valaki azt mondja, hogy ő művész. Szó nem volt erről. Ő valóban, amit csinált, az hittel csinálta, és amit csinált, annak rangja volt. Ő fotóriporter volt, de ráadásul egy olyan fotóriporter, aki elkötelezett volt. Ez már egy külön fejezet, amiről érdemes beszélni. Miért ezt hogy érted, hogy elkötelezett? Ezt úgy értem, hogy Kappa... Hát itt a könyv ennek a bizonyítéka. Aki eddig nem hitte el róla, hogy a Kappa mindig tudta, hogy hol áll, melyik oldalon áll, és ezt ő nagyon-nagyon meg akarta mutatni. A Kappa a spanyol polgárháborúról készült könyvébe, ami itt áll önök előtt, és amit nem csak nézhetnek, hanem olvashatják a Kappának a mondatait is, egyértelműen kiderül, hogy ő hol áll, milyen eszmékért lelkesedik. A Kappa nem egy olyan tudósító volt, aki megcsinálta a képeket, becsomagolt és elküldte. A Kappa
a kapa mögé ment az események. Ő nem volt abban az értelemben sem igazi haditudósító, hogy a harcok, a harcok, a harcok. A kapa mögé ment, elment a front mögé, megmutatta azoknak az életét, akikért a harcok folytak. A kapa mindent meg akart mutatni, a mögöttes tartalmakat meg akarta mutatni, és ami a leglényegesebb, a kapa meggyőzni akart. Úgyhogy különleges alakja volt a fotótörténet. Pont ezért kérdeztem az első percben ezt, hogy hogyan változtatta meg a világot az, hogy egy fotóriporter megmutatja a világnak, hogy itt kik harcolnak, és miért, és benne van a saját szenvedélye, és azzal a céllal csinálja ezt, hogy felhívja a világ figyelmét, hogy nem ülhet tétlenül, és nem nézheti csak úgy távolról a békés kanapéról, hogy mi zajlik itt. De hát úgy látszik, hogy ez azóta is így van. Az én pessimista válaszom az, hogy ez nem sikerült. Egy tény, hogy azért van az ő generációban, meg a mostani, mi magamra is vállalom, bár nem igazán, egy nagy különbség, hogy ők nagyon komolyan hittek abban, hogy a világot jobbá tudják tenni. Na most ez valami csodálatos dolog. Hát ma már én, ha ezt kijelenteném, pedig mondjuk négy szem közt vállalnám, de akkor azt hiszem, hogy kinevetnének. Nagyot változott a világ. Nem vagyunk már idealisták. Lehet, hogy van, de ez ilyen nyilvánvalóan nem. András, hogyha ez egy újságírói műfaj, hogy fotóriportot készít valaki, akkor hogy élhet meg 80 évvel később, vagy 90 évvel később? Akkor mi értelme újra kiadni? Az újságírás az annak a napnak szól. Hát nézd, nyilván mikrofon. A kiadásban az alapvető szempont volt az, hogy egy életmű, egy teljes életművet kiadni, arra törekedni, hogy kiadjon, a kiadó egy teljes életművet, az egy fajta szemlélet, az egy kihívás, és hogy mondjuk a Parkinak ilyen szempontból merem mondani, van egy hagyománya. Tehát jó pár olyan szerzőt tudok felsorolni, akiknek az életművét, a teljes életművét kiadjuk, akár Alice Munro, vagy Elena Ferrante, vagy Irving Yalom, és még szerintem John Williams, jó pár olyan szerző van, tehát önmagában az inspirált minket, vagy arra helyeztük a hangsúlyt, hogy minél, tehát hogyha fölfedezünk valakit, akit szeretünk, akiben hiszünk, akinek a munkásságát érdemes tartjuk bemutatni, akkor igyekeztünk mindig is a teljes életművet bemutatni, és ilyen szempontból hát fanatikusan mentünk mondjuk ennek a könyvnek a kiadása után, mert tényleg, hogy mondjam, hát lehetetlen dolgok történtek. Egyszer azt mondták, hogy ők is ki akarják adni, aztán eltűntek, aztán azt mondták, hogy másod vannak a képek. Valószínűleg egyébként, amikor mi felbukkantunk New Yorkba, akkor az ICP nem is volt felkészülve olyan szempontból, hogy valóban azonosította volna, hogy bizonyos képeket nem a kapat csináltam, vagy a táró, vagy a csin. Tehát ők se voltak arra felkészülve, hogy másnap, mint hogy egyébként a korábbi kapakönyvek esetében a Magnumnál mindig megvolt a teljes fotókollekció. Tehát ott nem volt probléma, csak legfeljebb az ár, amennyiért megvehettük, vagy az a feltétel, hogy vajon mi nyomhatjuk ki a könyvet, vagy ők akarják kinyomni nekünk. Ebben az esetben bizonyos dolgokat tisztázni kellett, és én azt gondolom, hogy ez is oka volt annak, hogy ilyen hosszú ideig tartott. Elhangzik itt az utolszóban, hogy ez nem volt egy jó minőségű könyv, amit megszereztél $750, hogy annak ellenére, hogy az André Kertész tervezte, nagyon rossz volt a nyomdai minőség, és igazából nem maradt gazdája ennek a könyvnek, mire megjelent. Tehát úgy képzelem, hogy ha az ember már egy újra kiadásra vállalkozik, akkor ezt valahogy tökéletesíteni kell, hogy fel kell hozni arra a színvonalra, amit megérdemelne, nem? Én amennyire... Ha most összeveted az eredeti kiadást a most megjelent kiadással, olyan nagy különbséget nem fogsz észrevenni. Szóval annak idején is kritizáltak egyébként,
A Fotográfia című folyóiratban olvasta magyar szerzőtől is kommentált a tekintetben, hogy a régi recenziók is kritizálták a könyv minőségét. És ahogy említettem korábban, a kapa nem volt ott, mikor a könyv megjelent, ő csak levélben értesült arról, hogy ez nem olyan lett, mint ahogy szerette volna. Olyan nagy csodát nem lehetett tenni. Szerintem nyilvánvalóan jobb minőségű a papír, ahol megvoltak a nyomdai eredetik, ott meg tudták oldani azt, hogy az eredetiről készült az új változat is, de számos olyan kép van a könyvben, ezt most nem tudom, hogy 20 vagy 30, ahol nem volt meg az eredeti, és be kellett szkennelni a régi könyvből az adott képet ahhoz, hogy teljes legyen. De egyébként, ha most szubjektíven, nem tudom Péternek mi a véleménye, szerintem tervezés szempontjából se egy különleges ez a könyv. Tehát az André Kertész az egy zseniális fotós volt, úgy hiszem én, nem vagyok kultúrtörténész, de szerintem könyvtervezőként egy jobbat is el tudtam volna képzelni. De hát ez ilyen lett, és nekünk ez és a fontos. Így autentikus, és így hiteles, igen. Így szeretjük. Erről mi a véleményed egyébként, Péter, mint könyvről, mint fotóalbumról? Hát akkor az új könyv mellett, az a most kiadás mellett azért egy nagyon fontos dolgot mondanék, hogy a végén van egy képjegyzék, ahol megismétlik az összes képet, amivel nekem az a csodálatos, hogy a szerzőtől kezdve a képig mindent megtalálok összefoglalva. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog könyvben. És ott látszik, hogy melyik képet kifotózta. Ez mindenképpen. A másik, most úgy, én nem láttam a régi könyvet, bevallom, de egymás mellé tettem két oldalt. A különbség, ugye most hirtelen felületes, amit mondok, két oldalról szól, hogy az új kiadás egy részletgazdagabb feldolgozást jelent. Több a részlet a sötétben, a feketében. Ehhez azért én hozzátenném, az én tapasztalatom az, hogy ez a technológiai változással is jár. Tehát ez nem egy igényességet jelent csupán, hanem az, hogy a szkennelés, a digitális technika az hihetetlen dolgokat előhoz, hogy érthetőbb legyen, amit mondok. Saját tapasztalatomból mondom, olyan 70-es, 60-as években készült negatívjaimból a szkennelés olyan részleteket hozott elő a sötétben, a sötét tónusokba, amelyeket a laborban nem tudtam előhozni, és amit nem is láttam. Tehát ez azért jó ez a nyomás, hogy azért a korunknak megfelelő szinten van. A tervezés azban egyetértek az Andrással, hogy ne ilyen egyetértő hangom legyen csupán, hanem konkrétabb legyek. Van egy kedvenc képe a kapának, amely nekem a leginkább hozza azt, hogy polgárháború. Borzalmas volt ez. Amely itt volt, a miénk volt, köztünk volt, mieink egymást ölik, és nekem az egyik legdöbbenetesebb kép az épp nem egy öldöklős kép, hanem amikor amikor Madridot tartják a köztársaságiak, és a frontvonal a város szélén a villamos végállomásnál húzódik, és a katonákat villamos szállítja a frontra, kapáiknak is meg kellett venni a villamos jegyet, és felszállni a villamosra, amelyen a katonák úgy tolongtak, mint békeidőben a polgárok csúcsforgalomban. És ez a kép sajnos ilyen nagyon piciben van, ilyen bélyek formában, pedig borzasztó sokat elmond arról, ami itt a lényege mindennek. Igen? Magyar tervezés, az itt sok magyar volt, nem tudom megállni, hogy ne fussak bele ebbe, hogy azért itt sok magyar volt. Ugye hát ott volt a volt emögött, amit az András nem mondott el, de a könyv elmondja,
az utószóból kiderül az utóélet, hogy a könyv született egy kiállítás. Tudnék, maga a könyv eleve nem annyira a fotóművészetnek szólt, ami ugye akkor erről nem is szólhatott, nem is a fotóriportásnak szólt. Ennek egy kifejezetten politikai célja volt New Yorkban megsegíteni, rokonszenvet ébreszteni, támogatni a köztársaságiakat, azt a hadsereget, amely hát eszmeileg hozzánk közel áll, és ezzel a könyvvel is, majd egy kiállítással is támogatni. Na hát a kiállítást már a Cornél Kappa fotózta, és a könyvben, aminek borzasztóan örültem, benne van a Mariska néni, Juliska néni, aki a Kappáknak az édesanyja, aki ott ül, mint egy ilyen decens idős hölgy kalapban a kiállításon. Szóval sok magyar volt, és akkor most itten a megnyitva, vagy a könyvemutató előtt itt bátorított a Dorka, hogy azért mondjak anekdótát, mert attól lesz színesebb. Hát ez az ő felelőssége, hogy én most egy ilyen anekdótára ragadtatom el magam, de a kedvencemet elmondom. Azt biztosan ismerik, hogy a Korda Sándorból Alexander Korda lett a angol filmipar nagyja, világhírű, sikeres, nagy ember, akinek ugye a londoni stúdiójába állandóan jöttek és jöttek az emberek munkáért, támogatásért, és hát ezek általában magyarok voltak, akik bekopogtattak, mire a Korda Sándor kirakta az ajtajára, hogy it's not enough to be Hungarian, you gotta be talented as well. Nem elég, hogy magyar vagy, tehetségesnek is kell lenned. Na erre jön a mi Robert Kappánk, aki megalapítja a Magnum ügynökséget, és egy idő után szépen kiteszi az ajtajára, hogy az nem elég, hogy tehetséges vagy, magyarnak is kell lenned. Tényleg. És a Gerda Táróval való viszonyáról vannak legendák, mert ugye ez is egy érdekes kapcsolat volt, lehet tudni erről többet. Legenda volt, mert hát csodálatos volt. Ez igazi, szép, romantikus, bajtársias szerelem, amit aztán Gerda halála meg is koronáz. Pregykáljak? Igen, jó. Kérem van szépen, egy ilyen utalás hogy a könyvben benne van-e, de most így négy szem köz elárulom, hogy Kappának, aki hát egy rendkívül szenvedélyes ember volt, nagyon szeretni való ember, különleges ember volt, aki tényleg a két végén égette a gyertyát, és hát mindenben, amit az előbb elmondtam, hogy a munkában, hogy micsoda szenvedéllyel dolgozott, és együtt érzett. De hát ugyanilyen szenvedélyesen kártyázott, lóversenyezett, ivott, és ugyanilyen szenvedélyesen szerette a nőket. Azt se felejtsük el, hogy őt legalább annyira. És akkor jött Gerda Táró, és az egyetlen nő, akit feleségül vett volna, bizony, ez már a pletyka rész, és a Gerda Táró nem akart hozzá menni. Hogyha tovább pletykáltok, akkor elárulom, hogy az Ingrid Bergman viszont szerette volna, hogy a Robert Kappa elvegye feleségül, de addigra a Robert Kappa már pontosan tudta, hogy ő nem arra született. És ugye, aki, bocsánat, aki mélyebben meg akar ismerkedni Gerda Táróval, annak figyelmébe ajánlom az általunk kiadott életrajzi könyvet, ami egy fotóalbum egyébként szintén, tele van a róla készült, vagy róla készült fotókkal, illetve az általa készült fotókkal, és hát persze sok minden, ami Kappához kötötte, és az ő kapcsolatokról szól, és hát szórakoztató. Azt mindenképpen el kell olvasni. De ugye ők nem is, ez a könyv nem azt jelenti, hogy ők hárman, vagy akár ketten folyamatosan együtt járták az országot, és ugyanazt fényképezték, hanem elváltak, és mindenki mást fotózott, és időnként találkoztak. Ugye ezt így kell elképzelni? Nem? Is. Igen. Sokszor voltak együtt. Sőt, van egy olyan kép is, azt hiszem, talán vajon melyik könyvében? Talán épp ebben a Gerda Taró könyvben, ahol ugyanazt azt a szerelmes párt lefényképezték két-három perc különbséggel, és a szerző elemzi, hogy vajon milyen
attitűdöket lehet észrevenni a két szemlélet között. Igen, ez tök érdekes, és akkor melyik a jobb kép? Ki találta meg a jobb szemszöget? És mit mond az egyik, és mit mond a másik, és mi a különbség? Egyébként a Gerda Tárónak a korai és nagyon váratlan halála hogyan érintette aztán őt? Hát ez igazi dráma volt. A köztársasági hadsereg egyik kaotikus visszavonulásában a Gerda felugrott egy autóra, aminek a célén ott utazott, és egy tank neki ment. Egy tank, amelyiknek a vezetője nem is tudta, hogy itt ilyen, hogy mi lett a következménye. Hát de ezt ugye tudjuk, hogy a legendák azok aztán sok mindent szülnek. Én magamos olvastam olyat, hogy Gerda Táró egy ellenséges tank halára taposta. Hát nem ellenséges volt, saját tankjuk, baleset volt, de akkor is drámai volt. Nagyon drámai volt a történet, és hát a kapát nagyon megviselte. Tehát ez, hogy azt a könyvet neki ajánlotta, ez nem egy ilyen, ez nem egy egyszerű gesztus volt. Nagyon sokáig, nagyon-nagyon mély gyászban élt a kapa. Nekem az nagyon érdekes, amit már említettél, hogy ő nem egy objektív újságírói szerepet vett fel, ő nem egy olyan tudósító volt, aki próbál távolságot tartani a témától, hanem hogy ő benne volt. Újságíróként nagyon, nagyon nagy kérdés ez, hogy hova helyezzük el magunkat a történetbe, hogy mennyire vonódhatunk be, és mennyire kell kívül maradnunk, illetve fotóriporterként is, akárha csak ezt egy Milicista halála című képét nézem, is állandó kérdés, hogy csak dokumentálok, vagy segíthetek-e, vagy felelősségem van-e abban, amit dokumentálok. Ez a kérdés, ez most is gondolom a fotóművészeket, illetve főleg a dokumentarista fotósokat állandóan kínozza, nem? És gondolom, nem tudom, hogy így van-e, de válaszolj rá, ha tudsz, hogy van-e megoldás, vagy válasz erre a kérdésre. Na, belülről vagy kívülről akarsz választ erre? Most először belülről. Belülről. Hát ha belülről, akkor úgy nagyon őszintén azt mondanám, hogy ez alkat kérdése is. Tehát én nem is mernék igazságot tenni, hogy valaki úgy fényképez, hogy tart egy hűvös, objektív távolságot, és megpróbál kívülállóként valamiről beszélni. Ez egyfajta lehetőség. Én azt hiszem, hogy ez nagyon alkati dolog. Én magam úgy érzem, hogy ezt én erre képtelen lennék. Tehát amikor ilyen lelkesültem, beszélek kapáról, és úgy érzem, hogy ez egy csodálatos dolog, hogy ő ezt nem csak vallotta, hanem ezt meg is tudta valósítani. És azért kérem szépen, 80 év eltelt azóta, több mint 80 év, hogy ez a könyv megjelent, és azóta azért a világ nagyon sokat változott, meg az inga azért sokat mozog balról, jobbra, meg jobbról balra, és így tovább. És az a könyv máig hat. És ezt a kapának köszönhetjük. Tehát én nagyon úgy érzem, hogy ez egy alkati dolog. Tehát nem hiszem, hogy a kapán szabadna lehetne számon kérni, hogy miért nem objektív, és miért ilyen lelkes, és miért foglal állást. Míg ugyanakkor tisztelek fotográfusokat, akár haditudósítókat is, akik úgy érzik, nem az ő dolguk, hogy állást foglaljanak, alkat kérdése. És ma már nevezhetjük őt művésznek? Azért adjuk ki újra, azért kell az egész életművét kiadni, mert ő egy művésszé vált, ha bár nem azzal a céllal fotózott? Én nem érzem. Na akkor segíts nekem, András, én még nem hallottam, vagy bárki. Én nem emlékszem, hogy leírva láttam volna, hogy a kapa művész volt. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy egyszerűen nem lehet kétségbe vonni, hogy a fotográfia történetének egyik legjelentősebb alakja volt. Tehát ez a művész szó, azt hiszem itt a probléma. Én bevallom, ezt egész életembe kerültem, ezt ma is büszkén mondhatom, hogy soha le nem írtam ezt a szót. Kapánál meg pláne nem. Annás, neked, ha erre a képre nézel, ahol látunk egy embert meghalni, a meghalás pillanatában, neked mit mond ez a kép? Nem nagyon tudok erre válaszolni.
De ha mégis kapcsolódhatok valamelyest arra, hogy mit mondanak ezek a képek, akkor azt mondanám, hogy valahogy a haditudósító, a haditudósító fotoriporterhez az ember automatikus, amit azt tenni hozzá, hogy a harcászat, a hadászat, a hadműveletek vannak előtérve, és hogyha az ember véglapozza mondjuk akár ezt a könyvet is egyébként, de a Cornell Kappa ezzel a már említett Richard Wellennel összehajtott egy hatalmas albumot, én egyébként innen kezdtem el Kappával foglalkozni, ez egy közel 1000 oldalas album, ahol a Kappa által, ahogy ők mondják, 70 000 negatívból közel 1000-et kiválasztottak. És ha végignézed akár ezt az albumot, akár azt, akkor azt fogod látni, hogy a harcászat az valahogy mindig csak a háttérben van. És az emberek, ami mögöttes, az emberi arcok, az emberi, mondhatnám, szenvedések, az emberi örömök. Nagyon jól lejön ez egyébként az izraeli könyvből is, de akár ebből is. Tehát az, hogy ez művészén van megkomponálva, ez egyfajta ösztönösség szerintem. Tehát, hogy jól a kompozíció valahogy mindig úgy van, ráérzett. De az arcokból, a vonulók arcából, a testtartásokból valami olyasmi jön át, még ma is, ennyi idő után, ami érzelmileg megfog téged. És ilyen szempontból a milicista halála személyesen nálam csak egy kép. Ami lehet, hogy egy bravúros fotográfiai teljesítmény, hogy azt a pillanatot kapta el, amikor éppen eltalálta ezt az embert, a golyó, és amit az egész fotós szakma azóta is vitatkozik, hogy beállítva volt, vagy nem volt beállítva, és ebben én biztos nem érzem magam hivatottnak ebben állást foglalni, de az, hogy a lelki rezdüléseket megkapja ezekben a borzalmas pillanatokban is, az egészen egyedülálló. Nekem nagyon, nagyon közel áll, nagyon magával ragad. Péter. Pontosan ez a könyv gondolkodtatott el erősen azon a Kappa mondáson, amit mindenki ismer, és amit már laposra mondogattak, olyan közismert és szinte közhelyi vált. Az a mondása a Robert Kappának, hogy ha nem elég jó a képed, nem voltál elég közel. Na most ez általában mindig erre a halált megvető Robert Kappára vonatkoztatják, aki valóban egy 50 mm-es vagy 35 mm-es objektívvel, egy Leicával közel ment a halálhoz, közel ment a fronthoz, ott volt közel. De van ennek a mondásnak egy sokkal áttételesebb értelme is. Ő közel volt ahhoz, amit fényképezett. Amit az András mondott, volt egy mondata, az az együttérzés. Azt, amit érezni a Kappa képein, és az ő lelkesültsége, ami mindig úgy átsüt a képeken. Egyébként ez az a munkája, ahol a leginkább jelenik meg ez a Kappa tulajdonság, ez a spanyol polgárháborúról készült könyv, és van még egy munkája valóban, az Izraelben készült képei, amelyek a zsidó állam születéséről szóló komoly fejezetet jelentenek, és ott is érezni a Kappából, hogy ő tudja, hogy ő hova tartozik, kinek drukkol. Nagyon érdekes, hogy amikor ugye 40, nem tudom hányba Budapestre küldték tudósító képeket készíteni, és elég sok képe született, és bevallom, a budapesti képein nem érzem se azt a kötődést nem érzem, se azt a valami módon a helyismeretet, vagy a szagát annak a városnak. Amit meg tudott csinálni olyan más
területeken és más időbe, amelyet ő sokkal jobban magáénak érzett, és nekem ez a közel érzett fogalma. Ő ugye egy olyan alkatú fotóriporter volt, aki mindig oda ment, ahol krízis van, és ott akart lenni. Ez is egy ilyen vele született tulajdonság, nem? Hogy valaki nem tud a békével mit kezdeni, vagy nem tud akár egy ilyen városa, mert Budapesten nem a háború alatt volt, hanem a háború után jött már ide, és ahol nem történik éppen a történelem, ott nem találja a témát ő sem, nem? Nem lehet, hogy ez azért van, mert ő azt szerette, ahol éppen dráma van? De igen. Biztos, hogy ez is belejátszik. Szóval, ha nincs az a feszültség, akkor nehezebb. És, az is, és a hír, hát azért ez egy sajtófotó. Hát akkor még volt sajtófotó, abban az értelemben. Sajtó is volt még. Sajtó is volt, nyomtatott sajtó. Tényleg, hát egy fontos dolog volt. A hír. Tehát az egy lényeges dolog, amikor a WordPress-t, ugye a világ legkomolyabb sajtófotó fórumát kritizálják évtizedek óta, ettől még remekül működik, hogy hát véres események. Hát véres események, mert a World Press fotó az press fotó, az sajtófotó, ami esemény, ami híres, az ott van a sajtóba. Jellemző, hogy a World Press fotó fennállása alatt, most már nem tudom, 40 év körül tartunk, azt hiszem, volt egy hihetetlen év, amikor az év fotója egy cseh fotó volt, egy kapus, aki a sárban, az esőben a labdát próbálja megfogni. Na most ez az az esemény, ami ugye tudjuk, hogy minden évben, minden jó őszi időszakban lefényképezhető. Nagyon nagy tanulság volt a WordPress fotó számára, hogy ez nem az. Ez nem a fotó, az év fotója. Tehát van ebbe valami, amit mondsz, itt nem volt esemény épp akkor. És a nagy, hatalmas Rákosi és Sztálin képek nem hozták lázba a kapát. És az meg a legunalmasabb közhely lenne, ha azt mondanánk, hogy és ezért természetesen neki a harctéren kellett meghalnia, mert úgysem hagyta volna abba addig, ameddig. Tehát, hogy neki ott kellett lennie, mindig közel a veszélyhez, és ezért ott is kellett meghalnia. Így volt megírva. Majdnem. Igen. Sokszor megúszta, és aztán egyszer nem sikerült megúszni. És az egy taposon akna volt, igen, ugye? Vietnámban egy taposó akna. Miért nyitottad ezt ki? Még szeretném valamit megmutatni? Vagy... csak megnézni. A Péter előbb említette ezeket a bélyeg nagyságú képeket, nem? Ez a csacsis kép neked bejött szintén. Ez szintén van egy ilyen, azt hiszem, hogy Bilbaóban, igen, egy árva szalmára, ahol megint csak sok mindent kifejez, hogy itt átsorog kikötve egy póznához, az utca üres, és mégis valamit elmond ez a kép erről a Jó, hát ezt majd mindenki megnézegeti, remélem, hogyha vesztek ebből a könyvből. Nagyon szépen köszönöm. Van-e esetleg még, amit úgy éreztek, hogy vele kapcsolatban muszáj, hogy elhangozzon, és nem került szóba? Nincs? Akkor én szerintem, vagy legalábbis remélem, hogy kedvet csináltunk ehhez a könyvhöz, és hogy azt fogjátok érezni, ha kezetekbe veszitek, hogy még most is szólnak hozzánk ezek a képek, meg ez a történet, ami akkor 1936-ban történt, vagy 36 után Spanyolországban. Nektek is nagyon szépen köszönöm a sok történetet, és mindenkinek további szép estét kívánom. Köszönjük szépen.